Köszöntöm kedves nézőinket! Mai műsorunkban Nagyberegre látogatunk. Adásunk főszereplői több mint 20 éve vannak a zenei pályán. Munkásságukat az anyaországban, Kárpátalján és Belső Ukrajnában is elismerik. Ismerjék meg a Babics, egyben a Mókus családot! Itt vagyunk a Babics családi házban, a családi fészekben. Nagyon sokat találkozunk veletek rendezvényeken, hallottunk rólatok, a 20 éves munkátokról. Énekelsz, anyuka vagy, hobbid is van. Mi az, ami a legközelebb áll a szívedhez? Hát el se tudom így most dönteni hirtelen, hogy mi, mert most már annyi mindennel foglalkozunk, meg foglalkozok, hogy már minden így közel került végül is valahol hozzám. Tehát a zene az a párom által jött be az életembe. Arra is volt tehetségem, tehát gyerekkoromtól, de soha nem gondoltam volna, hogy zenész leszek. Tehát mindig inkább a művészetek, a festészet, ilyesmi érdekelt inkább, és azon a téren is szándékoztam volna elindulni, de hát a sors ezt nem így hozta. Amikor mi összekerültünk, akkor pont olyan időszak volt, hogy hozzánk került egy ilyen kis szintetizátor, egy ilyen kis nagyon egyszerű kis szintetizátor, és én azon elkezdtem úgy játszani, mert ugye hát tudok billentyűzni, billentyűzni nem tudtam, zongorázni tudtam, mert ugye zeneiskolát végeztem, és akkor ő kitalálta, hogy akkor, hogyha nekem ez ilyen jól megy, akkor csináljunk egy zenekart. És milyen jól tette. Igen, hát igen. Ha jól tudom, vannak saját dalaitok is. Igen, vannak saját dalaink, amik mi tulajdonképpen ketten kezdtünk el együtt zenélni, tehát vagyis én kezdtem Jancsi által zenélni, és akkor úgy gondoltuk, hogy jó lenne még, tehát annyi felkérésünk volt tulajdonképpen akkoriban, hogy beadtunk a bandába még egy hölgyet, és csak kitaláltuk, hogy legyenek saját számaink, hát írjunk már ugyan a saját nótát is. És akkor így jött a dolog, hogy írtam szövegeket, Jancsi írt rá melódiákat, és akkor lettek saját számok. Akkor te írtad a szövegeket? A szövegeket igen, én írom. Egy-két számnak, amit Jancsi is írt szöveget. De általában én írom a szövegeket, igen. Akkor te minden oldalból művész lélek vagy. Hát, úgy. A festészet úgy, is, a művészet is közel áll hozzád, a zene is, és a szövegírás is. Igen. Hűha, itt nagyba folyik a munka. Mi ez, amit most hallunk? Hello, hello. Mi az, amit most készítesz? Hát készítem a Dzsongás Pár cégi dala. Komolyan? Most készül, igen. De Zsuzsa írta? Zsuzsa írta a dalt, igen, a szöveget. Zsuzsa és a többit meg ugye én. Nagyon sok zenéket írtunk nem magunknak, de tehát az elején, tehát a 90-es években, a végén Zsuzsa írt egy nagyon sok, tehát kb. 30 dalt, amit írt. Ilyen kitörés volt az nekünk az életben, hogy abba tudta érvényesülni a lelki, tehát a művészi hajlamát, abba is, mert ugye tudjuk, hogy festeni nagyon szeretett, és én azt nagyon támogattam, azt imádom benne, hogy ilyen, tehát művészi lelke van, és nem csak mint festő, mint szobrász is, és mint zenész is. Nagyon sokat tudott nekem segíteni, hogy mi ugye megírjuk a dalokat, mert ugye, ahogy írta a szöveget, úgy is kis tanálta sok, na, majdnem, tehát egy 80-70 százalékot a dalamokat is kapásból hozzá, na, úgy énekelte föl, na hát a többi már az én dolgom volt, hogy abból legyen valami. És hát ugye lett is, mert sok éven át ezekből éltünk a színpadokon. Tehát és ez... a saját dalaitokat is előadjátok rendszeresen egyébként? Volt idő, 10 évig, igen. Régen mi kaptunk meghívást a várostól, de inkább külföldön és inkább Ukrajnába. Ott nagyon szerették a mi zenénket. Itthon senki se proféta, ez világos, ez szerintem mindenki tudja. Magyarországon is nagyon nagy embereket tudtunk egy színpadon lenni, Kós Jánossal, Korda Györggyel, MC Hover, annak idején a Holnagy Mirigy, tehát nagyon sok emberekkel álltunk egy színpadon. És csak egy végig is olyan, de sokkal több van is, mert ugye 5-7 év alatt az ember sok mindenkivel megfordul.
a színpadon. Túlléptétek azt a szintet, amire számítottatok? Hogy... Én szeretem ezt csinálni, és nincs szint. Értem. Nincs szint. Én szeretem, és én mindig előre hajtok. Lehet, hogy az ember sose tudja, hogy mikor megy el a világból, de én szerintem utolsó napon is azon fogok igyekezni, hogy na még ezt meg kéne csinálni, ezt valahogy így kéne megcsinálni. Tehát nekem ez, engem ez hajt. Tehát, de viszont így, hogy én legyek valaki valamilyen szinten, valamilyen elérjek valami szintet, nem szeretem a versenyt. És ezért nem szeretem a szinteket. Nem szeretem, hogy nekem ez nem fontos. Abszolút nem fontos. Szeretem az egyszerű szeretett állapotot, a harmóniát a zenébe, az életbe is természetesen, és tehát én ilyen vagyok. Tehát ez, ha van szeretett környezet, mindegy három ember, vagy három millió, tehát na, mindegy. De az ott van az a kis jó szeretett hangulat, az engem boldoggá tesz, és én úgy érzem, hogy akkor teljes az életem. A zenével kapcsolatosan, és bármibe is ott természetesen az életbe is. Hello, sziasztok! Téged vártunk. Komolyan? Örülök. De jó. Gyakran összejártok egyébként próbálni? Egy kicsit. Igyekszünk, igen. Ugye, ahogy mondod, hogy amennyire a munkátok engedi. Ha jól tudom, te nem csak énekes vagy, hanem még... Dolgozok a II. Rákóczi Ferenc Kárpátai Magyar Főiskolán, a Nagyberegi Középiskolában és a Nagyberegi Református Liceumban is énektanárként. Az éneket tanítasz akkor. Szereted? Nagyon, igen, kicsikorom óta nagyon szeretek énekelni. És egyébként te is nagyberegi vagy? Igen, itt lakok nem messze. Itt kerültél be a csapatba Nagyberegen. Amúgy is barátok voltatok, vagy hogy kerültél? Tulajdonképpen nem így kerültem be a csapatba. Pontosabban úgy, hogy Jancsival együtt tanultunk Ungváron a Zeneművészeti Főiskolán. És tulajdonképpen utána egy néhány évvel találkoztunk, és ő felajánlotta nekem, hogy nem jönnék el a zenekarába énekelni, mivel neki van egy zenekara. Úgyhogy így kerültem be a zenekarba, hogy én valahogy úgy nem is nagyon gondolkodtam, hogy most igent vagy nemet mondjak. És ez 2000-ben volt, és azóta vagyok a zenekar tagja. Érdekes módon kicsi koromban mindig olyan bátran mentem ki a színpadra, mivel édesapám is zenés, azért nagyon szerettem vele énekelni, úgyhogy ahol fellépett ott, mindig megkértem, hogy hadd énekelessek el egy-két számot. Amikor a zenekarba eljöttem, akkor először egy kicsit ilyen izgulósabb voltam, és annak igazán örültem, amikor már ki tudtam úgy menni a színpadra, hogy szívvel, lélekkel énekelni, és nem izgulni, hanem örömet szerezni az embereknek. És milyen a kapcsolat köztetek az elmúlt 20 év alatt? Milyen kapcsolatba kerültetek? Hát azon kívül, hogy kollégák vagyunk, el kell, hogy mondjam, hogy igazi jó barátok is vagyunk. Sok mindenben, amiben tudunk, segítjük egymást a magánéletben is, és egy ilyen szeretetteljes baráti kapcsolatban vagyunk egymással. Itt születnek a dalok. Itt, igen. Mit használsz hozzá? Mi ez a sok technika? Aki nem ért hozzá, az nem tudja, hogy ez mire való. Ez a semmi, és ez a minden. A semmi az, hogy miért ahhoz képest semmi, ami van a világban, a nagyvilágban, tehát ahhoz, hogy nagyon jó produktot tudjunk készíteni, ahhoz megfelelő helyiség kell, megfelelő monitor kell, megfelelő konzol kell, megfelelő licenzes program kell, tulajdonképpen ennek a fele megvan, de sok minden hiányzik. Viszont amit végig tudnám sorolni, hogy a minélkül nem lenne létre. Mikor készítettük a saját dalokat, ebből semmi nem volt itt. Nagyon szerény technikával készítettünk, és azt mondom, hogy nem tudom, de csodát tettünk, mert mai napig jó a hangzása. Azóta használunk profi monitorokat, közeli monitorokat, használunk licenzes Cubase-t, a programot, mint DAV rendszert. Használunk, ez egy Apollo Universal Audio, ez egy preamp, és ez egy igazi, nagyon jó audio interfész, magas csúcsminőségű vas kompresszorokkal, limiterekkel, master processzorokkal. Tehát ezt már régebben használjuk, mert ugye ezt a konzolt, ezt a stúdióban is tudjuk használni, ezt hangosításkor is tudjuk használni, tehát ő rugalmas, nagyon rugalmas a konzol, 24 digitális csatorna, azon kívül 32 is tud lenni a stúdióba, de mindenki, aki stúdiózik, tudja, az nagyon kevés. És itt rögzítitek a dalokat? Itt a felvételeket, itt lehet jönni ide, megnézni, bekapcsolom a villanyt. Itt a chipelsz, amiben oda csipjük, leszedem a
rongyot, tehát így itt egy Neumann mikrofon, ami nagyon csúcs, hát a csúcsminőség, tehát nem a legnagyobb, van ettől sokkal jobbak is, de ő az, amin dolgozunk, itt veszük föl. Énekes és billentyűs is vagy, édesanyja is vagy. Igen. Nekünk kettőnknek összesen két gyerekünk van. Tehát egyik az enyém, a másik a öcsi, ez ilyen demokratikus formában működik nálunk. Két lányunk van, Livia és Andi. Ők már nem itt élnek. Ők már nem itt élnek, tehát ők már nagyok. Nagyok, tehát 30-asok. Család, az milyen szerepet tört be az életetekben? Mennyire volt idő a pályaépítés mellett a családot is építeni? Hát ugye ameddig mellettünk voltak a gyerekek, addig ugye a család az egységben volt, de mondjuk Livia elég hamar elkerült tőlünk, mert már 14 évesen kiment Budapestre tanulni, de tehát addig igyekeztünk beleverni minden jót, amit csak tudtunk, és hál' Istennek ennek meg is lett az eredménye, úgyhogy hát most a mamák vannak itt velünk, anyukám még, meg a Jancsa anyukája velünk, együtt itt lakunk ilyen családi formába, ugye a gyerekek nélkül, de tehát most mi vagyunk a gyerekek, úgymond az anyukáknak a gyerekei. Hobbid is van, kézi munkázol. Igen. Ugye? Amint említettem már, tehát inkább ilyen művészi hajlamaim téren szerettem volna tovább indulni az életem folyamán, de hát ezt a sors nem így hozta. De azért mindig igyekszek valamit, úgy kitalálok, akkor azt megcsinálni, mert azért valahol ez is egy szükséglet az én életemben, hogy ezekkel a dolgokkal foglalkozzak. Mondjuk itt vannak például ezek a kis gyertyatartók. Ez is a családhoz kapcsolódik tulajdonképpen nálunk, mert amikor a lányom férjhez ment, akkor nagyon szerettük volna, hogy ilyen nagy, szép gyertyatartós díszítés legyen az esküvőn. Igen. De mivel akkor még nem volt ilyen fejlett az esküvői teremdíszítés, mint manapság, mert manapság már minden van, ezért én megláttam egy ilyen, az egyik ismerősünk készített ilyen dolgokat, ezeket az üvegeket például készítette. Én nekem ez annyira megtetszett, persze, hogy megkérdeztem tőle, hogy működik ez a dolog, meg minden. Ez egy boros üveg, ugye? Ez egy boros üveg, igen. És akkor ő mondta, hogy készítette, meg minden, és én addig filozófáltam, hogy én kitaláltam, hogy akkor én gyertyatartót fogok ebből fabrikálni. Úgyhogy, tehát ilyen sehol egyedi volt, igen. Egyedi volt, nem is találtam sehol, még YouTube-on, meg ilyesmin, hogy kell ezt készíteni, tehát teljesen egyedül gondoltam ki, hogy legyen meg akkor ennek az alapja, drótból, meg nem tudom, és akkor így készítettem 18 gyertyatartót az esküvőre. Főzni szeretsz? Főzni, hál' Istennek, itt van anyukám, és ő főz, ez egy nagy, nagyon, nagy áldás. Ez egy nagyon nagy segítség nekem. Egyébként tudok főzni, meg hogy is mondjam, tehát ha nincs itt, akkor én főzök, tehát ebből nincs gond. Abban is igen kreatív vagyok. Hál' Istennek, ezt már megkérdezzük a férjedet is. Jó. Ha jól tudom, az udvaron is vannak ezzel a módszerrel készített kis tárgyaid, akkor nézzük meg. Megnézhetjük? Nézzük, persze. Tehát akkor jövünk ide ehhez a kis lépcsőhöz. Ez nem túl régen készült el maga a lépcső, tavaly azt hiszem. Közelebb is. És akkor ugyanezek az én barátaim foglalkoznak ilyen falplasztikával. És én lelestem tőlük a technikát, meg kértem tőlük tanácsokat, hogy mégis ez, szia Fifi, hogy működik ez a dolog.
Hát és akkor kitaláltuk, hogy ezt így kidekorálom ezt a kis lépcsőt ilyen zenei motivumokkal, hogy aki még nincs képbe a zenészekhez jött, akkor azt tudja nekül is. Az itt szembesül vele, és az ajtó is gyönyörű. És az ajtót azt most fejeztem be kb. Egy hónapja. Jó, hát akkor ez nagyon friss. Ez teljesen friss még, igen. És akkor megyünk tovább, akkor megmutatom még a többi alkotásaimat is. Nézzük! Tehát a következő alkotás az úgy történt nálunk, hogy van nekünk az udvaron itt egy ilyen kis, hát egy emésztő. Aha. És ugye be kellett valamivel takarni a tetejét, és Jancsi rádobott egy lavort. Egy ilyen alumínium lavort. Hát mint ahogy egy férfi megoldja, gyorsan, ügyesen. Igen, és akkor, amit kellett. De mivel úgy gondoltam, hogy ez nem lesz elég esztétikus itt az udvar közepén, ezért, tehát maga adta a forma a magát, igen, hogy akkor legyen ebből a lavorból egy teknős béka, és így született meg Artúr. Ez az egyik ilyen... Bocsi, nagyon muszáj vagyok megtapogatni én is, és ez oda van betonozva, vagy ez csak rá van rakva? Nem, ez csak rá van rakva, igen, le lehet szedni. És ez egy fémtál belülről? Nem, ezt arra mintáztad. Igen, ezt csak arra mintáztam, tehát adta a formát, és utána leszedtem róla a betont. És ő minden évszakban itt őrzi a házatokat. Hát szerintem tére be fogom vinni, nehogy befagyjon. Akkor nézzük meg a művész oldaladnak ezt az oldalát is, amikor képeket festesz. Hát nem sok képem van itthon, az az igazság. A festészethez kapcsolódik az, hogy annak idején, most már nem emlékszek, hogy hanyas évben, ilyen évszámokban nagyon nem vagyok jó. Tehát van a Berege Alkotó Egyesület, ami a mai napig is úgy tudom, hogy működik. Annak idején még Kádas Kati volt az értelmi meg szülő anyja ennek az egész egyesületnek, tehát Kádas Kati, Ortutai Zsuzsa, Capovics Zsuzsa, Veres Péter, nem tudom, nagyon sokan voltunk, még Kovács Éva, megalkottuk ezt az egyesületet, Profusz Marianna, most itt közben ugranak be fel a nevek, akkor még elég aktívan festettem. Tulajdonképpen annak az olyan 90-es évek környékén volt, akkor még nem zenéltünk Jancsival, 96-tól zenélünk, tehát azelőtt intenzívebben festettem, tehát csak is festettünk, tehát ebből éltünk, ugye a 90-es éveket mindenki tudja, hogy eléggé nehéz időszak volt, tehát nem nagyon lehetett miből megélni, de hál' Istennek úgymond volt egy olyan réteg, akinek erre volt igénye. Szentképeket is festettem, azt is megrendelésre, Beregszázban van több helyen is, és volt egy atya is, aki Vilhipkából jött hozzánk, mert ugye látta az egyik úgymond kliensemnél ezeket a képeket, és nagyon megtetszett neki, és megrendelt a templomba az ikonosztázra a négy fő alakot, tehát a négy legnagyobbat. Úgyhogy azt le is festettem neki, és egy idő múlva szeretük volna ezt megörökíteni az utókor számára magunknak, de akkor még csak ilyen kis szalagos fényképezőgépek voltak, ugye? És elutaztunk oda, hogy lefotózzuk ott a helyszínen a műveket, és mire odaértünk, ugye megkerestük a templomot, be is engedtek meg minden, és akkor így furán néztünk, hogy ez nem az, amit én készítettem, hanem itt valami más, teljesen más kép áll, és akkor elmeséltünk, hogy az atya az elhagyta a terepet, és vitte magával a festvényeket is, amit hát úgy gondolta, ő rendelte meg akkor az övé. Úgyhogy ezzel így jártunk, hogy végül is nem annyira tudtuk. Annyira megtetszett neki. Igen, nagyon vitte. Megtetszett neki, és vitte magával. Voltak nehéz időszakok az életetekben? Voltak, vannak, és szerintem még lesznek is. Nem kívánom, de ez az életrendje. De én azt mondom, hogy mindenkinek kell egy kis bors, egy kis csipős, hogy fűszeres legyen az élet, annál leszünk erősebbek, kitartóbbak, és azt hiszem bölcsebbek is. Persze betegséget nem kívánok senkinek, mert az senkinek se jó, de abba is úgy mondom, hogy győztesen jöttünk ki, még nem teljesen, de jó úton vagyunk, jó haladunk úton, hogy abba is, azt úgy mondom, azt is legyűrtük. Nagy álmú.
Isten segedelmével az is jó, jó, jó. Tehát úgy mondom, hogy jó dolog reménykedni, és jó dolog hinni. Fontos a hit egy művésznek az életében? Mert ti művészek vagytok mindegyetten. Igen, igen. Nagyon nagy szükségünk van rá. Minden zenésznek, minden művésznek. Ha a művész nem hisz az ő munkásságba, szerintem ő már akkor nem él. Tehát én szerintem ő már nem él, mert egy művésznek hinnie kell önmagába, hogy ő mit akar, mit tud és mit csinál, hogy az jó és az szükséges az embereknek. De az élet, ahogy adja, egy művésznek kell hinni. Hát természetesen Istenbe is, nem is, hát elsősorban Istenbe, utána abba, amit csinál. Hogy titeket is ez vitt előre? Igen, igen. Minket a Jóisten küldött előre. Megmondom az igazat, hogy nem sok reményem volt annó. Zsuzsában gyönyörködtem, hogy először gyönyörködtem, milyen szépeket fest, és milyen hamar tudja azt megoldani. Utána gyönyörködtem, hogy milyen szépeket ír. Utána abban gyönyörködtem, hát a hangjába, mivel teljesen szelíd, amikor megismerkedtünk, teljesen szelíd a nő volt. Gyönyörű halk hangja volt, tehát annyira szelíd és halk, szép tembrusa volt, hát nem tudtam ellenállni. Én segítettem az ő művészi világát, ő meg simogatta az én lelkemet ezzel, hogy tényleg láttam az ő növekedését, ahogy növekszik, ahogy tud, és meglepett, gyakran meglepett. Persze voltak negatívumok is, most nem akarom őket emlegetni, mert szerintem mindenütt van. Mikor elkezdtünk a Restibe dolgozni, sose felejtem el, egyszer volt az életben, de megtörtént, ez ilyen mulatságos most már, akkor olyan izé volt, hogy játszottam nagyon gitáron, tehát szóloztunk. Zenéltünk, és én pont vagy egy gitárszóló Santanát játszok, improvizálok, és akkor nézem, mi történt, valahogy mindig egy akkordon van a hely. És elaludt munka közben. Zsuzsa? Zsuzsa. Tehát ő elaludt, mert ugye nem szoktam még hozzá, nem szokott hozzá az esti munkához, és látom is, hogy ilyen, és akkor megállt az egész. Szóval ez nekem olyan ütés volt. Lehet, még akkor voltak kicsik a gyerekek, nem? Persze, persze. Hát akkor még csak 6-7 éves volt a kislányunk, már a Zsuzsa lánya, hát a miénk meg együtt neveltük. Uh-huh. Azt nem tudom elfelejteni. Elhiszem, mert ez nagy élmény lehetett neki is. Mondom, Zsuzsa, azt felébredt, aztán játszott. Egy percig se bántom meg, hogy ő a párom, és hogy a zenei világban így tudunk együtt dolgozni, mert kiegészítjük egymást. Itt vannak velem szemben a gitárjaid. Igen. Megnézhetjük őket? Természetesen. Kezedbe is adom. A súlyát. Hát ez biztos, hogy megfogjam. Nyugodtan. Hát azért ez komoly. Masszívabb azért, mint egy akusztikus gitár. Ez hány kiló? 5? 4? Nem is a kiló számít, de számít is, nem is. Igen, masszív. Tömör fábú van. A legdrágább fábú van. Mesélnék, van története. Na, mesélj. Ennek a hangszernek. Nagyon drága hangszer, ugyanakkor nagyon olcsón úsztam meg. Ez egy gandurászi mahagóni, ami azt jelenti, 59-ben letiltott a világ, nem szabad, tehát Amerikában letiltották a kivágását. Egy fa minél idősebb, annál jobb a hangszerre. És egy fa, hogyha átél 100 év szárazságot, akkor az a legjobb fa, kaptam Salánkon egy idősebb embertől, neki a nagyapja fafaragó mester volt, és bútorkészítő, és akkor megláttam, azt mondja, itt van ez a két darab fa, tehát nem ilyen fát adott nekem, hanem két ilyen 80 mm-es, mintha nekem készítette volna a Jóisten. Pont az a méret, ami kell egy hangszerhez. És én ránéztem, nem volt rajtam, ugye nem volt velem se szóstok, semmi, és mondom, nekem feltűnően leüt, hogy megvan a 80 centi. Azt mondja, hát ez annyi. Ezt komolyan mondom. És mondom, hát ez, és eladja? Ó, fiam, itt van, vigyed, itt hánykolódik már három nemzedék, azt mondja, senki nem tudja, mire használni, mert olyan könnyű. Én megálltam, mondom, ilyen nincs. Megfogtam, szinte itt összejött mindenem, mondom, de legalább valamit hadd fizesek érte. Nem, azt mondja, nem, majd, ha kész lesz, azt mondja, majd elhúzod a nótámat. Hát egyszer elmegy Salánkra, és remélem, hogy életbe tanálom még azt az öreg embert, aki ezt ide adta nekem, nagyon hálás vagyok neki ezért. És egyébként nehéz elkészíteni egy ilyen hangszert? Ezt a sok mindent, ami hozzátartozik, a húrok, ezeket mindet külön te szereled rá, te szerzed be. Máma egy gép egy nap alatt elkészít egy gitárt. Egy nap alatt. Egy gép. Természetesen tudni kell az anyagokkal dolgozni. Ilyen hangszert először festettem.
Ezt te is festetted? Mindent. Tehát mindent. Csak a vasakat nem én készítettem. A bundokat nem én készítettem, de én raktam rá mindent. Tehát úgy tulajdonképpen minden, ugye látszik is, hogy kézi munka. Tehát úgy nehéz, hogyha nincs megfelelő gép. Ezt a hangszert egy évig készítettem. Na de akkor most már mondjuk el, itt két, szétnéztem gyorsan, itt épp nem látok mókusokat, de az előszobában ott vannak. Na hogy kötődik hozzátok ez a mókus név, sztori, hogy került közel? A Váriba zenétem egy Szojuz étterembe, akkor ez 85-ben volt, és ott dolgozott egy fiatal, szimpatikus kislány, 15 éves lehetett, kb. 15-16-17, nem emlékszem már, hogy hány éves volt, az anyja volt a báros. Kb. Akkor ilyen frizurám volt, mint itt, csak hullámosabb volt a hajam. Amúgy mindig hullámos, csak utolsó 10-20 évben kiegyenesedett. És elkezdtünk táncolni, simán csak táncolni, és azt mondja, te fia, ez úgy táncol, mint egy mókus. Az eredeti téma az, hogy volt egy fiatal ember, aki nagyon nem adok nevet, egy részeges srác, néztük az izórát szünetbe. Értem. Kitettem a lábam a székre, üres a terem, képzeljük el, üres a terem, ülök, és akkor bejön részegen. Mi? Tedd le onnét a lábod! Nézek ráfele, ül, leveszem, mert ő még baj lesz. Nézek ráfele, és éppen kérdezte, te ki vagy itt? Na, én megkérdeztem tőle. És már látom, hogy ez már jön nekem is kész. Hát én már ugye akkor még jó fiatal, mókus, kedvű ember voltam, fogtam, és ilyen bárpultok voltak. És ahogy jött nekem fele, hogy mindjárt rám valamit csinál, én fogtam és átugortam a másik oldalára, igen. Hát ennek a kislánynak több nem kellett semmit, mert ugye habzott a szája, szegény ember nem tudott ingyen megfogni, mert ugye na, nem szép dolog verekedni egy terembe. Mikor este még táncoltam, és ez tiszta mókus. Tehát úgy nevezett engem ez a kislány mókusnak. És azóta egy hét múlva én jöttem a városba, és már engem mindenki mókusnak hívt, és nem tudom miért, honnan jött ez a delegi dolog, tehát én nem tehetek róla. Én a gitározáshoz nem sokat értek, de akiket mai műsorunkban a Babics családot, vagy a Mókus családot mondhatjuk így is, megismertek, azok annál inkább. Nem csak a gitározáshoz, a zenéléshez, az énekléshez, hanem a gitárkészítéshez is. Ha tetszett a műsorunk, tartsanak velünk legközelebb is. Viszontlátásra!